másik nagyon fontos szereplője a filmnek az az édesanyja, aki otthon várja, és abból a szempontból is kétféle világot mutat be a film, hogy amikor a fiú a háborúban van, akkor a mobiltelefonjával készült felvételeket mutatjuk, mint egy ilyen videónapló, és amikor otthon van, akkor pedig a stáb által készült dokumentumfilmes filmnyelvvel dolgozunk.